Határőr, ügyvéd, kormánybiztos, miniszterelnöki főtanácsadó, édesapa és a motorok szerelmese. Bakondi György ma este a vendégem a Pesti TV identitás erősítő portré műsorában, a Mi vagyunk a magyarokban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok! Alapvetően a televízió nézők viszonylag gyakran szoktak önnel találkozni, azonban olyan szituációban, ahol aktuális mondjuk migrációval kapcsolatos témáról beszél, vagy, vagy terrorcselekményekről, így van. Én azonban a mai beszélgetésben szeretném megismerni Bakondi György egy másik oldalát. Kezdjük azzal, hogy hogy lett határőr. Hát ez egy véletlen, mert én gimnázium éveimben ejtőenyőztem, és először is vadászpilóta szerettem volna lenni, és aztán Kecskeméten a repülőorvosi vizsgálat azt mondta, hogy már két fogam be van tömve, úgyhogy nem lehetek vadászpilóta akkor ejtőelnyős katona szerettem volna lenni, de mint kiderült, ejtőelnyős tisztképzés nincs, mert tiszt akartam lenni mindenképpen, és így kerültem a határsékhez, úgyhogy életemben addig hatát nem láttam. Úgyhogy behatóbb ismereteim nem voltak róla, de végül is egy érdekes, változatos és szakmailag is kihívás jelentő területtel ismerkedtem meg ott a négy éves főiskolai képzés során. De ezt akkor már gyerekkorában tudta, hogy valami nem tudom, mondjuk katonaság, rendőrség, határvédelem, vagy valami egyenruhás szakmát akar magának? Apukám az rendőr volt szolnokon, és ő talán az ő hatása volt ez, és aztán a sportba, a küzdősportokba, az ejtőernyőzésbe, az úszásba, szolnoki úsztam, vizipolóztam, ebből úgy adódott, hogy hogy én nekem erre vonatkozó elképzelésem van. Szónok akkoriban, ugye ott volt a Kilián György repülőműszaki főiskola, tehát viszonylag sok repülős élt ott, egy szomszédom egy repülő százados volt, és volt egy Jáva 250-es motorkerékpárjás. el is határoztam, hogy repülős leszek, vadászpilóta, és nekem is lesz egy Jáva 250-es motorom. Sajnos ebből semmit se tudtam megvalósítani, se pilóta nem lettem, se pedig Jávám nem lett. És egyébként a, mondta az ejtőernyőzést, azért ugrott? Hogy ne, persze. 47 ugrásom van, hát de nem olyan sok az. Tehát az igazán komoly nagy ugrók azért sok száz vagy sok ezer Nekem laikusként azért soknak tűnik alapvetően. Szolnokon az MHS-nél ugrottam, és hát adódott volna, hogy sorkatonaként a szolnoki ejtőenyős alakulathoz vonuljak be, de mivel én katonai főiskolára jelentkeztem, és ahogy mondtam, ott nem volt ejtőnyős tiszképzés ezért ez a dolog elmúlt, és a főiskolai évek során azt nem engedélyezték, hogy én ejtőnyős legyek, gondolom veszélyesnek találták, vagy nem tudom miért, de nem engedték. Viszont évtizedekkel ezelőtt már a röszkei határátkelő helynek volt a parancsnok helyettese, hogyha jól tudom. Annak a röszkei határátkelő helynek, amelyet 2015-ben, hát szerintem fogalmazhatok úgy, hogy az egész világ megismert a migrációs válságnak köszönhetően. Igen. És a köszönhetően az hát most Ez a röszkei átkelő az egy sajátos átkelőhely volt, tudnék, az a kis átkelő, ahol az áttörési kísérlet volt, ott álltam a volt irodám előtt, az az a közúti átkelés, hogy akkor még az autópálya átkelő persze nem volt, de a tiszám volt vízi átléptetés, a Szegedi repülőtéren volt repülőgépek átléptetése, és volt egy vasúti átléptetés is, tehát a határforgalom ellenőrzésnek mind a négy területét módon volt itt a végrehajtás szintjén megismerni. Az ottani akkori parancsnokom súlyt helyezett rá, hogy megtanuljam mindazt, amit egy útlevélkezelőnek is tudni kell. Azt mondta, hogy úgy nem lehetek a parancsnokuk, ha nem tudom, hogy mit kell nekik csinálni úgyhogy ott elsajátítottam az útlevékezelést, akkor még nem gondoltam, hogy majd egyszer, valamikor jóval később az országos parasokságon a határforgalmi főnök leszek, és az egész határforgalmazási rendszer megújítása az egyik fő feladatom lesz. Ugyanakkor itt a 90-es évek idején, amikor ott dolgozott, hát az sem volt egy egyszerű időszak, és itt most mondjuk gondolok a délszláv háborúra. Mekkora kihívás volt akkor határőrként dolgozni úgy, hogy lényegében az önök munkahelyétől néhány kilométerre, vagy arrébb néhány száz kilométerre háború folyt? Ugye a határőrségnek szerepe volt a, a rendszerváltás folyamatában is, hiszen az NDK állampolgárok elengedését, azt a határőség vitelezte ki, és több más érdekes feladat is volt, utána a Röszkéről Ferihegyi határátkerőjére kerültem, ott, ott szolgáltam, mikor a terrorcselekmény történt, mikor az izraeli járatot indítottuk, és így tovább. De a 90-es években, 89-től már a határforgalmi főnök lettem, tehát az összes határátkelőjének a főnöke, és az addigi vassorompós, szigorú rezsimrendszer helyett a szelektív és differenciált határforgalom ellenőrzést akkor sikerült bevezetni. Ez egy nagy lépés volt egyébként a külföldre utazás és a határellenőrzés módszertanába. Aztán valóban jött a délszláv háború, mikor aztán az komolyra fordult, addigra a határőség országos parancsnok helyettese voltam. Három és fél évig ezredesként, tehát valamilyen ok miatt nem léptettek elő tábornok meg, de én szívesen dolgoztam ebbe a beosztásba. Ekkor még voltak sorkatonák a határőrségnél, a sorkatonák átcsoportosításával, komoly szervező, tervező munkával sikerült a határt biztosítani. Tudnék a vezérkari képzésekben mindenütt tanítják, hogy mi, történik egy háború előtt, hogyan fenyegetik egymást az országok, hogyan készülnek, mozgósítanak, de soha nem tanította sehol senki, hogy hogyan kell eljárni akkor, hogyha mellettünk levő két ország háborúzik, és a Nekünk úgy kell eljárni, hogy egyikkel se keveredjünk konfrontációba, de mégis őrizzük a Tehát Sok száz átlövés, aztán menekültek, jöttek át, volt, hogy behatoltak akciócsoportok és így tovább. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt, és a lakosság a kommunikációból viszonylag kevés információhoz jutott, hogy mi zajlik ott tulajdonképpen a határon. Volt ott egy szakasz, ahol bosnia Boszniai hívták ezt ott, ez, ez, hát de facto nem ismerte el senki, de, mégis mégiscsak létezett, és ott a velük való határszakaszon több ízbe is a határvadás századok átcsoportosításával komoly intézkedéseket kellett tennünk. Ekkoriban volt az, hogy páncélozott szállító vettünk át a Magyar Honvédségtől, kezelővel együtt, mert ugye a határőrségnek nem volt ilyen, hogy járőrözzenek a határtérségbe, és a túloldali csoportokat figyelmeztessék, hogy ne kíséreljenek meg behatolni Magyarországra. Szerintem a határ őrizete Szent László király óta, ez egy fontos a szuverenitásnak elke, egy feltétlen kelléke, és a belső biztonság, a belbiztonságnak az egyik előfeltétele, hogy tudjuk, hogy ki az és milyen célból érkezik az országba, és szuverén módon az állam szervei dönthessenek arról, hogy beléphet Magyarországra, vagy nem ez már ekkor is nagy kérdés volt. Én úgy hiszem, hogy ekkora határőrség helyt állt, és az ezt követő időszakban ugye addig egy miniszterelnöki, illetve egy kormány rendelet szabályozta a határozati tevékenységet, ekkor törvény született, aztán a sorkatonákat kivontuk a rendszerből, és hivatásos határozati rendszerre álltunk át, megkezdődött a határőrség technikai korszerűsítése. Tehát egy eléggé komoly feladatot látott el, és sikeresen látta el ezt a feladatot a rendszerváltáskor, és azt követő időszakban is. Ugyanakkor ebben az időszakban, tehát 90 és 92 között többször járt az Egyesült Államokban tanulmányutakon. Jó. A kérdésem két rétű lesz, hogy egyrészt az ott megszerzett akkori tapasztalatokat hogy tudta beépíteni a magyar munkájába. A kérdésem másik fele, pedig hogyha az Egyesült Államokról beszélünk, hát a kerítésről szerintem nem, tehát a, a nézők nagy része is tudja, hogy ott milyen komoly kerítésrendszerre már védik a, akkor is a, már akkor is a határokat. Azokat a tapasztalatokat 2015-ben hogy tudta tehát a, a, ez az utazás, az első tanfolyam, amit részt vettem, ez határforgalom ellenőrzési tanfolyam. Kifejezetten a határ átkelő helyeken milyen ellenőrzés zajlik. És úgy szervezték meg az amerikaiak, hogy megérkeztünk San Diego-ba, Onnan végigmentünk a mexikai Magyar hatá mexikai-amerikai határon egészen Floridáig, és akkor ott volt egy e, iskola kereti, keretében egy tapasztalatfeldolgozás és a módszerek részletes megismertetése. Egyébként az amerikai épp úgy meglepte mind bennünket, hogy egyet ott vagyunk, hiszen erre korábban természetesen nem lehetett volna példa de nagyon kedvesen fogadtak bennünket, és nagyon hasznos, például az előbb említettem ezt a szelektív differenciált határforgalom, ezt ott, ott, láttam a mexikai határon először valóságosan is, vagy amit most a jelentős részben, amit a Tibek csinál, azt, azt, ott már láttuk, hogy hogyan történik, hogy egy helyre futnak be a szerveknek keletkezett információk, és utána azok feldolgozása alapján mozaik szerűen összerakják, ezt oda közvetítik intézkedésre, amelyik szernek ez a kompetenciába tartozik, az ott nagyon jó működött. Másodszor Washingtonban voltam, ott ez tampán fejeződött be az iskolába, és a második alkalommal Washingtonban voltam, amikor terrorizmus elleni ismereteket tanítottak nekünk. És akkor a, a, akár kerítésépítést, akár a határ fizikai védelmét, azt megmutatták, hogy. Természetesen mi? éjszakai szolgálatban voltunk járőrökkel, még lovas járőrben is voltam a mexikai határon. Már akkor ezeken a szakaszokon, ahol mi jártunk, mert ugye most sincs azért mindenütt megépítve, már volt kerítés, és akkoriban számunkra. Egy felfoghatatlan aktivitás volt tapasztalatú az amerikai-mexikai határon, tehát mondjuk egy éjszaka 100-120 határsértőt fogtak el Magyarországon, akkor, az, korábban még az ndk -sok menekülése előtti időszakban, hát, ha egy évben volt 10-20 határsértő, akkor sokat mondok. Itt még akkor nem gondoltam persze, hogy megérem, hogy nálunk is durvább lesz, melyzet, igen. de azt láttam, hogy ők, ők ilyen nagyságrendel, és már akkor is láttam, hogy milyen korszerű technikájuk volt. Tehát megkérdezték, hogy hogy hívnak, levették az új lenyomatát, és kijött a gépből öt perc múlva a teljes nacionália, mikor, hogy a mi a bűnözői beceneve, milyen büntetései voltak, melyik börtönbe töltött a büntetését és akkor, mikor mondtam, hogy húha, azt mondták az amerikai, hogy hát jó, ez jó, ez csak kicsit lassú. Mondott, ami egy év alatt se tudnánk ezt összeszedni róla, akkor. E, aztán új, más aspektusai voltak ott az adatvédelemnek, nem azon volt a hangsúly, hogy letöröljék egy idő után az adatvédelem érdekében az adatokat, hanem annak a garantálása fontos, hogy kijogos út hozzáférni ezekhez az adatokhoz. Tehát hasznos és sok irányú ismeretekre tettünk szert, akik ott együtt kint voltunk ezen a két tanfolyamon. Egy nagyobb lépés 2000-hez, amikor az Országos Katasztrófavédelmi Fűigazgatóság meg... Alapítója. Lényegében arra kérte fel Pintér Sándor, hogy alapítsa Én, meg. Pontosan így van. Mekkora falat volt ez akkoriban? Hát, először is ennek volt egy előzménye, mert, vagy ha tetszik, kettő. Tehát egyrészt komoly vezetői tapasztalattal rendelkeztem a határoségnél, hiszen a hosszú időn keresztül, mint országos parancsnok. Helyettes dolgoztam, előtte főosztályvezető, előtte igazgató törzsfőnök, szóval sokfajta beosztást betöltöttem. Tehát megfelelő vezetői tapasztalatom volt. Ami pedig a, a katasztrófa védelmi szintén nagyon fontos, hogy az önkormányzatokkal képes a vezetés és egyáltalán a katasztrófavédelmi szervezet együttműködni a bajórájába. Azt 99 nyarán, júniusába kértek föl, miniszterelnök úr, arra, hogy hát egy. 1700 települést érintő nagy özönvízszerű esőzés volt, és 33 milliárdos összegnek a szétosztása és célirányos felhasználása volt a feladatom, annak a koordinációja. Ez, ez már közel állt a katasztrófavédelem munkájához és egy kicsit távolabb a határőrizethez. Ezt követően történt a felkérés, és 2000. január 1 évvel alakítottam meg a katasztrófavédelmet. Két hetem volt erre, hogy ezt el kellően előkészítsem. Tudnék, két hét volt hátra, amikor felkértek, és ugye az új költségvetési törvényben január 1-től már se a összevont polgári védelmek, se a korábbi tűzoltóságnak már nem volt költségvetése, csak a katasztrófavédelnek, Tehát meg kellett ezt alapítani, átvenni a tűzoltósági polgári védelmi feladatokat, és új feladatként megjelent akkor az a veszélyes üzemek, veszélyes szállítmányok ellenőrzése. Ez egy új minőséget jelentett, nagy kihívás volt, különösen azért, mert a jogelőtt szervezetek beosztatai hát nem túl nagyon szívlelték egymást, és ennek a kiegyensúlyozása, a csapatépítés ez egy fontos feladat volt egészen 2002-ig. Ez akkor 2002-höz térve, kirúgták szó nélkül lapátra hát ő, Mondjuk finoman felmentettek, tehát nem tartottak igényt a szolgáltat, amire azt mondták, írni. Így, az így úgy, is mondhatjuk. Akkoriban ez hogy esett? Én nem mondanám, hogy meglepődtem. Az nagyon, mert amikor véget ért az Orbán kormánynak az az első időszaka, és a belügybe áttekintettük a belügyminisztériumban az addig előző négy évben elvégzett munkát, akkor éreztem azt, hogy itt valami fajta építkezés történt. Tehát volt egy elgondolás, és ez lépésről lépésre sikerült megvalósítani. nekem nagyon szimpatikus volt. És mikor változott a felállás, akkor úgy gondoltam, hogy én jobban kötődök az előző elgondolásokhoz és kivitelezéshez. Ekkoriban aztán különféle vizsgálatok zajlottak, mert a beregi újjáépítés, amit szintén irányítottam a katasztrófa védelemtől felkért kormánybiztosként, ott vizsgálódtak, hogy történt-e ott visszaélés, vagy lopás, vagy természetesen nem történt, úgyhogy akár, hogy vizsgálgatták ebből, nem került ki semmi, és aztán mikor kiderült, hogy nincsen semmi, akkor felmentettek, ez úgy történt, hogy visszavonják a vezetői megbízását az embernek, és akkor ajánlottak egy ilyen alosztávető helyettesi beosztást a belügyminisztériumban, amit én nem fogadtam el, és így akkor hát a, az utcára kerültem, és tulajdonképpen ebben a koromban újra kellett kezdenem az életemet, mindig szegény nagyapám jutott eszébe, eszembe, akinek elvették a földjét, ő akkori fogalom szerint, hogy kuláknak minősült és elvették a földjét, állatállományát, kisboltját, mindenét, amit volt és föltek Pestre nagyanyámmal és újrakezdték az életüket. Na most hát nekem is valami hasonlót kellett és akkor szembesül az ember azzal, hogyha vezetett hosszú időn keresztül rendvédelmi szervet és különféle szintjeit ismeri és hatékonyan tudja irányítani, de a civil életben az, hogy valaki nagy akkor éppen nagy voltam, meg akármilyen kitüntetést is kaptam, ezért a piacon nem adnak semmit, és szembesül az ember azzal, az el, azzal a realitással, hogy na jó, jó, de mi az én tudásom? Tehát mi az, amit megvesznek a piacon, amivel hatékony tudok lenni, amely el tudom tartani a családomat. Próbáltam elhelyezkedni, nem sikerült, mindig utánam nyúltak kicsit, és így aztán maradt a ügyvédség, és akkor sikerült egy ügyvédirodát alapítanom társaimmal együtt, és ezt járattuk be, és, alaki, és zajlott nyolc évig az ottani munka. Ezt, ahogy, így említ, ahogy, mesélte a történteket, azért érezhető volt, hogy, hogy az megvicsálta ez az időszak. Tehát az, hogy valaki úgy éli az életét, hogy határ őrségből szépen hatalmas, rengeteg munkával lépked előre a ranglétrán, és egyszer csak Lényegében politikai okok miatt így kicsinálják, az, az megviseli az embert. Amikor én kezdtem ezt a pályát, akkor ugye annak, hogy tudat, hogy példásan helytállunk, stb., ennek komoly súlya volt az emberek szemébe, becsülete volt ennek ma már inkább a más területekre is kipróbálom magam, hogy sikeres leszek, akkor egy kicsivel jobb fizetésre elmegyek máshova, stb. Ez számomra idegen volt akkor, mikor 2002 ez bekövetkezett. Aztán most így utólag visszatekintre erre az ügyvédi világra, ugye újfajta ismeretekre tettem, szert közbeszerzéstől kezdve per, per vitelig, Na, mindent vállaltam kivéve a büntetőjogot. Ezt pont ezt akartam mondani, egy interjúban korábban azt mondta, hogy ha tegnap rendvédelm voltam, ma nem kezdek bűnözni pontosan, védleni. Pontosan így gondoltam, egyrészt. Másrészt úgy gondoltam, hogy én még visszajövök állami szolgálatba és nagyon nehezen tudtam ezt a kettőt egyeztetni, hogy én védőügyvéd vagyok, bűnözőnél, majd pedig visszajövök a belügyi szervekhez, és ottan üldözöm a bűnözőket. Tehát ezért ezt nem vállaltam, de minden más területet igen, és azt hiszem, hogy összességében sikeres ügyvédi tevékenységet tudtunk folytatni a társaimmal együtt. Bízott már ekkoriban, azt mondta, a visszatérésében? Igen, természetesen. 2010-ben vissza is tért. Igen, én akkor 2010-ben úgy gondoltam, főleg miután már beszélt velem Pintés Sándor belügyminiszter úr, akkor még csak fölkérték miniszternek, hogy én inkább ott maradnék az ügyvédi irodába, és kipróbálnám, hogyha egy velem nem ellenséges kormányzat van hatalom, akkor vajon tudom-e működtetni az ügyvédi irodát? Ma is úgy gondolom, persze biztos tudtam volna. De aztán miniszterelnök úr is beleavatkozott ebbe a dologba, és így eldőlt a kérdés elsőként, a kormány megbizottként, a bors, akkor zajlott a borsodi árvíz, éppen pont a kormány megalakult. Részben a védekezés irányításában, részben az azt követő helyreállítás újjáépítésben közre kellett működnöm. Első nap, mikor behívtak kormányülésre, azzal kezdődött a tevékenységem, Mindjárt éjfél volt, mire hazaértem, feleségem mondta is, hogy na megint kezdődik. Csak azért, az ügyvédség találkozni. ilyen, ilyen szepotban nyugodalmasabb azért. Igen. Igen. És ez egy akkor is látható volt, hogy, hogy a katasztrófa védelem további fejlesztése az az ország a belső biztonság szempontjából kulcsfontosságú, és erre a kihívásra nem lehetett nemet lehet mondani. És egyébként, amikor az a nyolc éves időintervallum volt, amíg ügyvédként dolgozott, az egyenruha mennyire hiányzott? Semennyire. Azért nem, mert 99. júniusában, illetve decemberében, amikor eljöttem véglegesen a határőségtől, tehát nem csak mint kormánybiztos, aki az újjáépítést irányította, hanem véglegesen a katasztrófa védelem élére, akkor a Pintér Sándor belügyminiszter úrra történt beszélgetésnél arra jutottunk, hogy jobb volna én nem maradnék határőr. Hogy tehát, ha bármi történik a akkor ne kezdjenek el találgatni, hogy biztos jövök vissza, meg stb., hanem zárjuk le ezt az életszakaszt, és akkor így civilként láttam el a katasztrófa védelemnek az irányítását. És akkor ez a fel, 2010-es felkérés, az volt gondolkozási ideje, vagy azonnal döntést kellett hoznia? Hát amikor a miniszterelnök úr erre úgy helyezett, akkor. akkor. mondtam, hogy értettem. Hivatásos tűzoltó vezérőrnagyként helyeztek vissza állományba, és aztán a vörösi katasztrófa után léptettek elő a tábornagynak. Egy izgalmas időszak kezdődött akkor, mert most nem akarom azt mondani, hogy. Hát A katasztrófák specialistája, mert folyamatosan történt katasztrófák abban az időszakban egyébként, tényleg akár a, a, erre a Tiszai árvízre vagy a Vörös-Iszak katasztrófára gondolva. Hát az igazság, hogy én, mm, ezt én mondtam. Még 2002-ben mondtam, amikor fölkértek, hogy hát ha visszamészem a 2000 és 2002 közötti három évre, akkor is azt mondom, hogy nagy dunai árvíztől kezdve évezett tiszai árvízén át gázkút kitörés és beregi gátszakadás mindenféle súlyos esemény történt, és mondtam, hogy hát ha visszajövök, akkor sajnos, mert addig utána nem volt nyolc évig szinte semmi, akkor hát ennek fönn már veszi, hogy újra ezek lesznek, és akkor azt mondta a miniszterelnök úr, hogy hát ezt mi megoldjuk, nem probléma. Jó. És aztán, mikor a vörösi szab katasztrófa bekövetkezett, akkor szóltam, hogy én mondtam, <laughs> nem örültek ennek a megjegyzésemnek. Az egy valódi katasztrófa volt Magyarországon, sőt Európában is egyedülálló súlyos kihívás, amelyik emberek életét és testrépségét fenyegette, illetve követelte. És azt követően, mikor ott a sikerült mentesíteni a területet, miután túl voltunk a mentésen, az emberek kimentésén, utána az egész térséget újjá kellett építeni, tehát ez egy nagyon komoly, hosszú távú projekt volt. Az, hogy hogy kell a katasztrófákat megoldani, kezelni, ezzel folytatjuk a beszélgetést, de most elmegyünk egy gyors szünetre. És ahogy ígértem, már itt is vagyunk, most a Bakondi Györgyel beszélgetek. Ott fejeztük be a beszélgetést, hogy vörösít iszap katasztrófa, és tényleg az a 2010-es októberi tragikus esemény az olyan történés volt, amely hát szerencsére nem gyakran történik a világon. Egy ilyen válsághelyzetre hogy lehet felkészülni, vagy hogy lehet azt kezelni? A válsághelyzet az több lépcsős feladatot jelent mindig. Az első, hogy hatósági eszközökkel, kontrollal, társadalmi kapcsolatépítéssel, hogyan lehet kommunikációval, hogyan lehet megelőzni, hogy ilyen események történjenek. Ez egy nagyon komoly feladatot jelent, és ebbe számos hatóság összehangolt erőfeszítésére van szükség. Ha például mondjuk, mondjuk ott a gátrendszer állapotának a hatósági ellenőrzése, vagy a riasztási tervek gyakoroltatása, a lakosság riasztási rendszerének működtetése, és így tovább. Ezek nagyon fontos tennivalók, ez még békeidőszakban el kell, hogy végezzék. Ebbe beletartozik az is, hogy vajon a katasztrófa védelem és együttműködői milyen gyorsan tudnak reagálni a bekövetkező eseményre. Ez tehát egy korszerű bevetésirányítási irányítási rendszert tételez fel, akkor még ez nem volt, de aztán kiépült a 112-es egoi hívói, ugye napjainkban ez már egy, egy hatékony és az együttműködő szerveket közösen irányító rendszerén nőtte ki magát. Ez tehát szintén nagyon fontos, mert itt életek számítanak, hogy ki, hogyan történik a dolog. A harmadik, maga a mentés szervezés, hogy, hogy akik elsőként a helyszínre érkeznek, ez esetben az ajkai tűzoltók értek oda is, és, és a mentőszolgálat hogyan kezdik el az emberek mentését, hogyan kezdik el a sebesültek osztályozását, milyen szállítókapacitások állnak rendelkezésre a sebesültek elszállításába, mit kell tenni a bajba került, padláson kuporgó vagy a fákra felmászó emberek gyors lementésére, van-e a mentőcsapatoknak speciális felszerelése, és itt tovább. Tehát ezek komoly nagy kérdések, ez pedig művelet irányítási kérdés, és az arra való felkészülés kérdése. Ez követőleg a mentesítés, ugye ez pedig műszaki szakértelmet igényel. Hogy tehát milyen eszközök használható fel a lúgos anyag mentesítésére. Hogyan lehet eltávolítani ilyen nagy területen szétömlött vörösi szapot. Mi történjen a házakkal, ez megint műszaki szak, melyik, amit le kell bontani, melyik, amelyik újjáépíthető. Akit le kell bontani, hogyan állapítjuk meg az értékét? Hogyan választhat az állampolgár, hogy pénzt akar, lakást akar, hogy vegyünk neki, kapjon pénzt, hogy ő vegyen, vagy esetleg mi újjáépítjük az ő igényei szerint, választhat a tervek közül. Szóval ez egy nagyon nehéz hogy időszak, vagy, vagy. mert itt az emberek azért figyelik, hogy a másik mit kapott, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz Ezek időszak. Ez egyéni történetek lényegében. Hogyne, nagyon súlyos, hát hiszen emberek sokasága veszítette el az élete munkáját, mindet elvitt a vörösi szab, Elpuszt, elpusztult a növényzet, az állatállomány, de hát ugyanígy a beregi gátszakadásnál is hasonló események játszottak. Tehát öm, itt az emberek egy darabig, ne, nem értem hoztam szoba szóba bereget. Tudnélék itt az emberek eleinte nem hitték, hogy tényleg a kormány segíteni fog rajtuk. És ö, akkor azt találtam ki, hogy te, buszokkal, két busszal a vörös katasztrófa káros útjait leküldtem a berekbe, ahol ugye 2001-ben volt az újjáépítés, és ott megnézhették a terveket annak a megvalósulását, a házakat, amiben az emberek laktak, ugye Makovec tervei alapján épültek ott is házak, és itt is, akkor is Orbán Viktor volt a miniszterelnök, Pintér Sándor a belügyminiszter, én meg a kormány biztos, amikor azok épültek, és most is. És amikor az emberek ezt látták, és beszéltek a beregi emberekkel, akkor elhitték, hogy tényleg segíteni fognak rajtuk. És egy viszonylag gyors tempóban sikerült megfelelő feszes irányítással egy, egy nap az 24 órából, meg egy éjszakából állt. <laughs> Tehát itt valóban komoly erőfeszítést kellett tenni, akár építészetileg, akár kivitelezőket tekintve, akár pedig a lakossággal való együttműködés, folyamatos kommunikáció, lakossági fórumok sokasága, egyéni döntések, nekik ugye alá kellett ezt írni. Úgyhogy ez egy nagyon komoly iskola volt, és amikor most nem túl régen, Brazíliában hasonló katasztrófa következett be, akkor igyekeztünk átadni a brazil hatóságoknak azokat a tapasztalatokat, amit a magyar vörösiszak katasztrófa megelőző hatósági munkálataiban, a mentés szervezés időszakában és a helyreállítás újjáépítés időszakában elvégeztünk. Ezek nagyon komoly nagy munkák voltak. Emberek sokasága százai vettek ebben részt. Én úgy gondolom, hogy a bevetett erők, akár tűzoltók, mentők, katonák, rendőrök, teljesítették az eskübe foglalt kötelezettségüket, és életük kockáztatásával vettek részt a mentésbe. Beszélünk még a katasztrófákról, azonban az is érdekel, hogy <coughs> ugye akkoriban, ha jól emlékszem, elég sok kritikai érte, vagy elég sok támadás is érte, amikor a tűzoltóság és a katasztrófa védelem integrálásával foglalkozott. Azt mondják erről, hogy olyan ember, hogy aki, hogyha van egy víziója, azt keresztül viszi. Ez történt? Hát az ember? én vízióm azért kicsit ehhez kevés lett volna, mert ugye ehhez kétharmados törvényt kellett a parlament elé terjeszteni és azt elfogadni egy nagyon komoly kidolgozó munkát végeztünk, vizsgálva, hogy milyen hatékonyság növelő intézkedések kellenek, milyen hatósági jogkörökre van szükség, milyen legyen az irányítási rendszer, milyen legyen a pénzügyi, gazdálkodási, ellátási rendszer, és így tovább, hogyan történjen a veszélyhelyzeti, műveleti felkészülés és raktározás. Szóval, tehát egy sokrétű munkát igényelt, és ez, ez megtörtént, Természetesen minden ilyen átalakításnál vannak mindenféle rémhírek, hogy majd mi történik, meg hogy lesz, meg mint lesz, de viszonylag gyorsan sikerült az emberekkel beszélni és az egyéni sorsokat intézni, és úgy gondolom, hogy már a már elég természetessé vált, hiszen most már sok idő eltelt, az, hogy a katasztrófa védelem a hatósági jogköreit hatékonyan alkalmazza a megelőzésbe és a műveleti beavatkozásuk, legyen szó veszélyhelyzet kezelésről, legyen szó felderítésről, legyen szó speciális mérőeszközök alkalmazásáról, vagy konkrét tűzoltásról, műszaki mentésről, ezek korszerű technikával támogatva hatékonyan zajlanak, úgyhogy ez így még utólag is így jó esőhézés visszatekinteni az ott, ottani kollégáimmal közösen elvégzett munkához, amelyek vagyok a győződve, hogy a belső biztonságot és a magyar emberek biztonságát szolgálja mind a mai napig. Ugyanakkor azt is mondják önről, hogy következetes, jó vezető, korrekt, de ugyanakkor kemény főnök. Éh, hát ezt nem tudom így megítélni magamat, így nem tudom, egy, egyet tudok mondani, apukám azt mondta nekem, mikor készültem a katonai főiskolára, hogy jó jegyezzem meg, hogy a jó parancsnok a szigorú, de igazságos. Lefordíthatjuk ezt kemény. Meg, tehát szigorú, de igazságos. Én azt hiszem, hogy akit meg, megbírálnak, mert elrontott valamit, az, az többnyire legalább magába belátja, hogy ezt ő elrontotta, és ha ez nem egy hosszú folyamaton keresztül kitolásokkal történik, egyszer megmondják meg és akkor utána újra tiszta alppal indulhat, akkor ezt örömmel veszik, és az emberek szeretnek olyan helyzetbe dolgozni, ami mai, mind a mai napok például a belügyminisztériumot is jellemzi, hogy világos, egyértelmű követelménytámasztás van, és iránymutatás, hogy merre kell mennünk, és az emberek maguk tudását, tapasztalatát hozzáteszik ehhez, és ez sikerre vezet általában. A Vörös, vörös katasztrófa után, amilyen nagyobb katasztrófa volt, az a 2013-as hó, márciusi hó hát, biztosan. A Dunai árvíz Dunai az, az követő, azt követően, azt követő. hiszem igen. igen, de hogy először, először ez a havazás. Igen. Az ilyen váratlan helyzetekre hogy lehet felkészülni? Mert azért március közepén ritkán szokott 5 hát méteres esni. Nehéz helyzet alakult ki. Az M1-esen és az M7-esen volt jól látható, hogy megakadt a forgalom a havazásba, de egyébként 17 megyében voltak hóakadályok, megszakadt az áramellátás tíznél több vasúti szerelvény ragadt külső vágányokon, ahol megszakadt a fűtés. Tehát itt embereket kellett menteni. Tehát itt az autópályán az M1-esen, M7-esen, M7 ott 14 jármű szaladt egymásba, tömegbaleset történt. Az M1-esen pedig a hóhelyzet miatt nem tudtak mozdulni a kocsik, tehát itt is az emberek kimentése volt a legfontosabb. Ebben végül is sikerre jártunk, nem halt meg senki, sikerült kimenteni mindenkit, és egy nap alatt sikerült felszámolni a, a, a keletkezett hódugót, hozzátéve, hogy könnyű lett volna máshonnan erőket elhozni, de nem véletlenül mondtam, ezt a 17 megyét, tudni légy, onnan honnan sem ország, tudtuk elhozni igen. a tűzoltóságot, Budapestről tudtunk önkénteseket leküldeni, de igazság szerint a, az érintett megyék katasztrófa védelmi egységei tudtak igazán hatékonyan beavatkozni. Ez egy nagyon nehéz, több napig tartó akció volt, amelyik az, azt is, az is nehezítette, hogy az akkori ellenzék az, hát nem a lapátot fogta meg, hogy segítsen lapátolni, hanem inkább a mikrofonnál, és ott nyilatkozott arról, hogy milyen rosszul járt el a kormányzat. De hát ez nem egy új keletű jelenség. És ez a mai is, napig amit ez azóta ez is tapasztaljuk, hogy bármilyen katasztrófa Bármit csinálunk, van. az biztos nem jó. ugyanebben az évben, ahogy már ön is említette, még jött egy árvíz is. Tényleg egyébként, amit mondott a miniszterelnöknek, hogy itt akkor sok dolog fog történni, ebben igaza volt. Én azt tapasztaltam a miniszterelnök úrnál, nagyon régóta ismerem, hogy az igazi nagy kiemelkedő katasztrófáról, legyen szó Beregi gátszakadásról, katasztrófáról, katasztrófáról, Dunai árvízről, hóhelyzetről, Ö, nagyon rövid időn belül a helyszínen is megjelenik, ez történt a Dunai árvíznél is, tulajdonképpen egy héten keresztül, ahogy az árhullám haladt előre a Dunán, a miniszterelnök úr kíséretében tudtuk ezt ott a helyszínen követni és irányítani a védekezést. Azt követőleg a helyreállítás újraépítés érdekében miniszterelnöki megbizottnak neveztek ki, és akkor abban volt szerencsém közreműködni. Egészen 2015-ig vezettem a katasztrófavédelmet. Akkor 2015, ha már említette. Hát, hogyha eddig katasztrófákról beszéltünk, akkor ami 2015-ben történt, az megkoronázta ezt a sorozatot. Ekkor már nem voltam a katasztrófavédelemnél, hanem a miniszterelnök úr fölkért, hogy legyek... -e miniszterelnöki megbízott fő tanácsadója a belbiztonsági kérdésekben. Ugye a belbiztonság az a, az a, nemzetbiztonság és a közbiztonságnak az egyvelegét jelenti. Azt mondta akkor nekem, hogy építsem ki a kapcsolatrendszeremet az európai partnerekkel, ez nagyon jó sikerült, sőt az Egyesült Államokban is jártam az ottani partneremmel, vagy az ensz voltam, és felszólaltam ebbe a tárgyba tartott plenáris ülésen. Az a nehézség, hogy a, a, ugye megismerkedek a partnereimmel, majd pedig, ha esetleg változik a miniszterelnök, már pedig ez azért elő, fogott, elő szokott fordulni, akkor nagyon gyorsan új belbiztonsági főtanácsadó is keletkezik, kezdhetem előről a kapcsolatépítést. Minden esetre én azt gondolom, hogy 15-ben, mire felkészültünk, és mire úgy megragadtam a lényegét ennek a funkciónak, ugye ez a határőrizet, migráció, antiterrorista tevékenység, kritikus infrastruktúrák, ez a fő három terület. Azt hiszem, hogy, hogy ez egy, mondhatjuk, hogy éppen volt idő arra, még mielőtt az igazi nagy migrációs hullám elindult volna, és az, mikor megkezdődött, és 400 ezer illegális határátlépő semmibe vette a magyar határt, és az ott intézkedő rendőrök föllépését a legminimálisabb együttműködést sem tanúsította a magyar hatóságok a hiszem, hogy ez a menekültény nyilvánítás ENSZ konvenció szerint alapkövetelmény, hogy működjön együtt a Fogadóország ország itt nem volt ilyen. És akkor eldöntötte a kormány, hogy ennek véget vetünk, hogy itt semmibe veszik a jogszabályainkat, és lezártuk a határt, megépült a kerítés. Ott voltam a Szerbszakaszon, kormány szóvivővel együtt, majd pedig átmentünk a horvát szakaszra, és az ottani lezárásnál is a helyszínen voltunk, és az első időszak nem könnyű helyzetében onnan tudtunk tájékoztatást adni a hazai és a nemzetközi médiának. Ez aztán. Egyik fő profilom maradt a migráció és annak különféle változásaival való foglalkozás. Úgyhogy figyelemmel kísérem az amerikai-mexikai határtól kezdve természetesen az európai útvonalakat, vagy például az Afganisztánból kiinduló migráció és a pakisztán-iráni fogadóképesség, vagy nagyon intenzíven figyelemmel kísérem a a görög-török határtérség eseményeit, hiszen ott, ott az az a határ, amelyik bennünket akár a szigetekre érkezésben, akár az Evrosz folyónál, a szárazföldi szakaszon közvetlenül a balkáni útvonal révén érinti hazánkat, és itt vált világosá, hogy nagyon fontos európai érdek az, hogy a balkáni országok partnereink legyenek, segítsük a felkészülésüket, mi hamarabb közelítsük Európához őket, és minden segítséget adjunk meg a védekezésükhöz azért, hogy minél távolabb tudjuk tartani az illegális migránsok tömegeit az Európai Unió határától. Ezért aztán magyar rendőrök vannak Szerbiába is, és Észak-Macedóniába is, és készen álltunk és állunk arra, hogy bárhol máshol is segítséget nyújtsunk, nem csak a határőrizetben, hanem abból az elvből kiindulva, hogy ott kell segíteni, ahol a probléma keletkezik, és nem pedig a problémát behozni. Így sikerült számos nagy kibocsátó országnál segítséget nyújtani az ott élőknek, ahogy ezt a vallás is tanítja, nem halatattunk, hanem hálót, és megpróbáltuk segíteni, hogy mi hamarabb saját maguk is tudjanak halászni. Ez nem könnyű feladat, de szép feladat, és ebben a karitatív szervezetek sokasága vesz részt, és nagy nemzetközi elismertség követi ezt a magyar törekvést és gyakorlatot. Még visszatérve egyébként a kerítésre, hát 2015-ben óriási botrány volt belőle, de az Európai Parlament, vagy Bizottság, vagy bármi bent folyó beszélgetéseket vagy vitákat hallgatva a mai napig is egyfajta problémaként tekintenek. Ez így van. Ezt a hatalmas nyomást akkoriban, amelyet mondjuk ön személyesen kapott, amelyet a kormányzat kapott, amelyet bárki, aki ehhez köze volt, ez hogy élte meg? Vagy Teljesen világos, hogy a, hogy a migrációban folytatott magyar politika, ez ellentétes azokkal az ideológiai, politikai elgondolásokkal, amelynek keresztjében a a nemzetállamok meggyengítése, a hit meggyengítése, a családok meggyengítése áll, és tulajdonképpen azóta szüntelen támadások érnek bennünket. Mindig azt tapasztalható, hogy ha megnövekszik a migráció, mint például most, több mint háromszoros növekedés van a magyar határon tavalyi évhez képest, akkor rögtön vannak civil szervezetek, és van az európai bürokrácia, az európai vezetés, aki azonnal elkezdi, hogy hát de viszont a kötelező betelepítési óta, most éppen a belügyi biztos mondta, hogy mi hamarabb el kell fogadni a kötelező betelepítési óta alapuló új Európai Uniós migrációs politikát. Na most aki viszont ezt akadályozza, és egyre több követőre tesz szert az európai országok között, ez a liberális mainstreamnek hát nincs a kedvére, és épp ezért ennek megvalósítóját, irányítóját, a miniszterelnököt, a magyar kormányt, természetesen, vagy engem akár, elég gyakran érnek támadások ezzel kapcsolatban. Hát benne van a pakli. Mi azonban, ahogy most is a nemzeti konzultációba, már 2015-ben is megkérdeztük a magyar embereket, hogy mi legyen. Engedjük-e ezt a sok embert továbbra is átözönölni Magyarországon, vagy ne? És a a, magyar emberek kétharmada azt mondta, hogy ne, és ebben egyébként a pártpolitikán túlnyúló társadalmi, nem politikai, nem társadalmi konszenzus is körvonalazódik. Még az ellenzéki szavazóbázishoz tartozók közül is sokan úgy gondolják, hogy ebben a vonatkozásban igaza van a kormányzatnak. És egyébként mit gondol, ha már válsághelyzetekről beszélünk, a koronavírus járvány hogy befolyásolta a migrációs válságot? Ebbe is van egy kérdés a nemzeti konzultációba. Tudnélik, ha jól belegondolunk, az a megközelítés, hogy menekültek, ez, ez nem állja meg a helyét. Tudnélik, ismeretlen identitású, ismeretlen célból érkező emberek tömege jön, aki a nevét, az állampolgárságát, születésédét eltitkolja, vagy össze-vissza bediktál adatokat, lehetőleg hogy, hogy ő még fiatalkorú, mert úgy gondolja, az előnyös a számára. De mindezt a tömeget a szervezet bűnözéshez tartozó embercsempész csoportok pénzért szervezik, hogy, hogy ezeknek a Afrikából, arab világból, Afganisztánból, Pakisztánból érkező embereknek honnan van pénze az embercsempészeket megfizetni? Honnan van pénz a legmodernebb telefonok, mobiltelefonok felhasználására? Ez még minden mai napig nem jöttünk rá pontosan, arra már vannak adatok, hogy akik az Olaszországba tartó tengeri útvonalon figyelgetnek, az olasz ügyészség is nyomozgat ebbe a témába, ott már tapasztalató volt több ízbe, hogy az embercsempészek, akik mondjuk a líbiai partokról útba indítják a hajókat, azok valahogy mégiscsak kapcsolatot létesítenek a, a civil szervezet mentőhajójával, mert pont oda megy az a hajó, ahol a, menekül, ahogy a menekülni szándékozók megérkeznek. Ez, ez, tehát egy, egy politikai, ideológiai megközelítés Nagyon fontos, tehát egyik azt mondják, hogy szükség van az érkezőkre a munkerőpiacon. De most, ha több százezer ember, magyar ember és Európában élő ember elveszítette az állását a járvány miatt, mire van szükség akkor a munkaerőpiacon? Másodszor azt mondták, hogy magas képzettségű emberek érkeznek. Talán a nézők is visszaemlékeznek, hogy 2015-ben azt mondták, hogy agysebészek és jönnek, meg és így tovább. Integrációra van szükség, és ezért komoly pénzeszközöket fordítanak arra, hogy nyelvtanfolyamok, integráció szakmai felkészítéseket tartsanak. Alig-alig van rajta részvétel, és közben pedig a 2015 óta érkezettek egyre gyakrabban súlyos köztörvényes bűncselekmények vagy terrorcselekmények elkövetőiként is jelentkeznek. Egy szóval súlyos belbiztonsági kérdéseket is, túl azon, hogy társadalmi, politikai, gazdasági kérdéseket is fölvesz a migráció, és az világosan látható, hogy ez ez velünk marad. Ezért van a kötelező a nemzeti konzultáció, az a, Kérdés. Második kérdés, ami a migrációval foglalkozik, hogy szükség van-e arra, hogy most két évig teljes migráns topot vezessünk be, vagyis sem illegálisan, sem legálisan ne fogadjunk be érkezőket, arra tekintettel, hogy a utánsok behorzulásának nagyon komoly veszélye van az érkezők között. Na viszont, amikor Bakondi György nem katasztrófa helyzetet old meg, akkor mit csinál? Hogy pihen? Mond, így most vagy. a katasztrófa helyzeteket mostanában már nem nagyon, de... De a miniszterelnöknek tanácsat. De, de tennivalók vannak azért ezzel nem kevés. A szabadidőmben hát egyrészt motorozni szeretek, most ez most az utóbbi 15 évben vált hobbim, már leinte Harley Davidsonnal motoroztam, most meg egy BMW-n van, és fiaim is motorosok, úgyhogy szívesen kirándulunk hétvégén. Motorozás, Olyan is előfordul, nem könnyű őket összeszervezni, mert már élik az életüket, de azért néha sikerül. Általában az egynapos túrákra szoktam specializálódni, ennek egy kivétele van, a Harley Davidsonnak minden évben alsó van ilyen Harley találkozó, elszoktam szoktam menni, és az két-három napot ott töltök a motorosok között. Ez egy hobbi, kis életérzés, egy kis kikapcsolódás, egy kis szabad. Szerencsére a feleségem nem akadályozza ezt, néha szokott morogni, hogy már nem kéne már motorozni, meg stb., de igazándiból, főleg a gyerekek támogatása miatt ez aztán nem okoz problémát. Lakondi György, nagyon szépen köszönöm, hogy Én is köszönöm. A beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm nektek is a figyelmet, jövő héten ugyanekkor ugyanígy találkozunk, mi vagyunk a magyarok.